Szerbusztok! Angelika Habpatron vagyok, és ez itt a saját csatornám. Mai videómban egy évértékelést fogtok majd hallani tőlem. Össze fogom foglalni nektek részben az előző éveteket, és megmondom, hogy mire várhatok a következő évben. Ugye az új évet egy rendes nőember egy új naptárral kezdi, úgyhogy fogok mutatni nektek majd verziókat saját naptárkészítésre, és talán megmutatom már régi naptáramat. 2020-ban nagyon sok minden történt velünk, de annál több dolog nem történt. Elmaradt a nyári tokiói olimpia, aztán Celine Dion koncert is sajnos, a Baraton Sound, Sziget, volt, nem volt, de ami volt ugye az a koronajáros vírvány, soha életünkben ennyit nem mostunk kezet, nagyon fontos lett a higiénia. 2020 akár lehet a higiéniai éve is, rengeteg alkoholt használtunk el, és nem arra, hogy megígyjuk. Ez például felmutatta nekünk azt, hogy az alkoholt másra is lehet használni. Aztán a koronajárus vírvány miatt csomó olyan barátunkkal nem kellett találkoznunk, aki nem a barátunk. Ebben az évben volt az amerikai újraválasztás, és most nem választották meg a Donald Trumpot, amit ő hát nem tudott elhinni, de ilyen azért velünk is szokott lenni, hogy egyszerűen nem hisszük el, hogy valami történik, és ő vele is most ez történt, de majd lassan el fogja hinni, mert muszáj lesz neki. 2020-ban rengeteg évforduló volt, 500 éve 1520-ban hunyt el Raffaello, aki először készítette ezt a kis finom kókuszos golyó édességet. 100 éve 1920-ban alapulódott meg lett ország. 1920. május 13-án hunyt el Lóczi Lajos, magyar geológus, geográfus, egyetemi tanár, földrajztudós, az MTA tagja. Ő csak azért írtam föl, mert ez a Lóczi, ez egy ilyen nagyon aranyos név, de hogy ez se védte meg őt attól, hogy meghalljon. Új évkor mi az, amit még az emberek meg szoktak tenni? Fogadalmakat tesznek, ilyen az, hogy lefogyunk, nem iszunk. Én azt élem, hogy érdemes olyan dolgot megfogadni, amit betartottunk, vagy amit egyébként is csinálunk. Én megfogadtam, hogy fogok venni levegőt. Akár lehetnek ezek rossz tulajdonságok is, hogy ugyanolyan hisztis maradsz, meg barátságtalan, meg ellenszenves. Fogadd meg ezt, hogyha te így élsz, és neked ez a komfortos, akkor legyél olyan, amilyen vagy. Csak akkor meg ne csodálkozz el jövőre. Most át fogok térni 2021-re, kicsit számisztikailag megpróbálom nektek bediagnosztizálni, hogy mi fog veletek történni. 2021 az 5-ös év lesz, mert ha összeadod ezeket a számokat, akkor annak az összege 5. Eleve egy páratlan szám, jó, nem prim szám, de abból levonsz 2-t, az már prim, a 3. Jó, mondjuk az 5 is prim szám, de a 3 az prímebb. Magányosságot jelent, hogy egyedül érzed magad. A 2-es szám az ugye páros számot jelent, ebből 2 is van, tehát ez így duplán, tehát úgy érzed majd magad egyedül, hogy mintha többen lennétek. Ez a környezetvédelem már teljesen a nyakunkra hágott, szóval még jó, hogy élünk szerintem. Úgyhogy ennek jegyébe készítettem el az idei naptáramat különböző újrahasznosítható tárgyakból. Egyrészt ugye készítettem anyagokból. Ez azért nagyon jó, hogyha valami olyan nap van, amit nem igazán sikerült jól, belefújod az orrod, és kész. Így tudsz például bosszút állni. Lehet újrahasznosított papírból készíteni, mondjuk olyan blokkokból, számlánkból, hogy nem eldobod, hanem egyszerűen beteszed egy lapnak, vagy akár befizetetlen csekkeket is használhatsz erre a célra. A saját naptárkészítésben az is a jó, hogy te szabod meg, hogy milyen napok legyenek benne. Nekem itt a jövő héten például végig csak szombat-vasárnapjaim lesznek. Elővettem pár régi naptáramat, és ezekből fogok nektek most szemezgetni. Ez a 2010-valahanyas, karácsony bemutatkozás, mastúr, nadrág, hipós, kötény. Ezt nem tudom, miért rajzoltam. Ajándék a szekrénynek. Hát ez az év is úgy múlt el, hogy mintha meg se történt volna. Nem is az én naptáram ez. Akkor itt ez a Miki Egeres. Itt azért van Berlin, Frankfurt, frankfurti leves,
Itt is vannak ilyen nagyon aranyos kis macikák, vagyis egy cica dusznó. Ez egy mozgalmas év volt azért. Remélem, hasznos tippeket adtam arra, hogy hogyan tudjátok egyszerűen önállóan előkészíteni a 2021-es naptáratokat. Iratkozzatok fel a csatornámra, ha van hozzá kedvetek, és írjátok meg, hogy ti mit fogadtatok meg 2021-ben, vagy esetleg írjátok meg nekem, ha van ötletetek, hogy szerintetek nekem mit lenne jó, hogyha megfogadnék. Sziasztok!